Most pedig következik Köblisik Viktória, 3 éves kora óta műsorvezető szeretne lenni. Barátnőjével a csengerújfalusi kertjük szilvafája alatt babázás közben határozták el, hogy műsorvezetők lesznek. Viki nem nőtte ki az álmát, most szeretné beteljesíteni. A középiskola alatt számos novella pályázaton és versmondó versenyen ért el országos dobogós helyezést. Szabad idejében regényt ír, és szeretné, hogyha most befejezett kéziratából film készülne. Na, itt hagyta a stúdiót ez a cuki felvidéki fiú, most jövök én helyette. Csillogó esküvői ruhák, holtomiglan, holtodiglan, ásó kapant nagy harang, aztán egyszer csak jön a nagy krach, beüt a megcsalás. Mit tehetek akkor, hogy megelőzzem, illetve hogy ha már megtörtént, akkor hogyan állíthatom helyre a kapcsolatot? Most erről fogok itt beszélgetni a stúdióban meghívott szakértőmmel, dr. Mihalec Gábor, pár- és családterapeuta. Jó napot kívánok! Szép Gábor, napot kívánok, mi a túróért csaljuk meg a párunkat? Hát mindjárt egy helyes bírtéssel kell kezdenem. Nem csaljuk meg, hanem megcsalják a párjukat, azok, akik megcsalják, és hát ennek az egész megcsalásos történetnek a krémes az oka. A krémes miatt csalják meg egymást a párok, ugyanis a legtöbb ilyen megcsalásos élethelyzetet 3 kategóriába lehet sorolni. Az egyik az a kapcsolattal összefüggő okokra tehető. Például? Például, akit otthon krémessel várnak, az nem megy a szomszédba kifléjét kuncsorogni. Ja, Istenem! Tehát itt jön be a krémes a dologba. A második csoportja ezeknek a helyzeteknek az a megcsaló személyével összefüggő okok. Tehát például a személyiség karakterfüggő, erre? Igen, uh-huh. Finom dolog otthon a krémes, de vajon más hogy csinálja? Uh-huh. És aztán van a harmadik féllel összefüggő okoknak a nagy csoportja, amit valaki úgy fogalmazott meg nekem egy előadás után, egy hölgy odajött hozzám, hogy értem én, Gábor, ezt a krémeses dolgot, de mi van akkor, ha a szomszédban egy cukrászda van? Igen, és tulajdonképpen erre rém erre, hogy nekem is volt történelmi hűség kedvéért, mondom, hogy nem voltam még férnél, és kérdezem a férfiút, aki az én lakásomban kötött ki, hogy mi a probléma a párkapcsolatoddal? És nagy boci szemekkel nézem, hogy semmi, az égvilágon semmi, de hogy mégis ott volt, tehát hogy igen. Ez hogy van, Gábor? Igen. Lehet, igen. Hogy unalomból, passzióból csaljuk meg a másikat, mondjuk? Igen, van az a témakör, amikor az ember nem látja világosan azt, hogy hol vannak a határai. Orvosi szaknyelven azt is szokták mondani, hogy szabad gyököket hagyunk magunk körül, és ezekbe a szabad gyökökbe egyszer csak valaki belekapaszkodik. Vannak olyan emberek, akik olyan feltűnően kedvesek mindenkivel, úgy dobálják a labdákat, aztán egyszer csak valaki jön, aki lecsapja ezt a labdát. Ez az az ok, ami a megcsaló személyével függ össze. Aztán a kapcsolattal is függhetnek össze okok. Van az, amikor a kapcsolat úgy szépen lassan úgy párhuzamossá válik, már nincsenek meccéspontok, hanem úgy éldegélünk egymás ez mellett. Mitől, bocsánat, hogy közbevágunk, de mitől válik párhuzamossá egy kapcsolat? Tehát hogy süllyedünk bele akkor, gondolom erre célozom, a szürkeségbe? Igen, úgy süllyedünk bele a szürkeségbe, hogy az elején ott van még ez a bizsergő izgalom a két fél között, mindent tudni akarok a másikról, hívogatom naponta 3-szor, biztos jól van, megérkezett a munkába, hazaérkezett a munkából, aztán amikor már úgy megvan, uh-huh. Akkor igazából ez elmarad, és elkezd a kapcsolat élni azokból a tartalékokból, amelyeket ott az elején képezett. Ott egy óriási pluszt fölhalmoz a kapcsolat, és ez a plusz szépen elkezd fogyni, elér egyszer csak a nullát, még ott nem kiabál a probléma, de amikor mínuszba átmegy, Akkor beüt a krak. És akkor, amikor beütött, tehát ott állunk, igen. Hogy kész, megcsalt a párom, vagy én csaltam meg őt, most ilyen szempontból teljesen mindegy, mit csináljak, mit tegyek, hogy állítsam helyre, hogy kezdjek annak a nagy probléma halmaznak neki? Igen, attól függ, hogy a krach az milyen mélységű. Amikor még csak úgy felvetődött az árnyéka, hogy akár lehetne valami egy másik emberrel, ott azt gondolom, hogy még nagyon jó időben vagyunk ahhoz, hogy nyakon csípjük ezt a problémát. Ott még a kapcsolatnak a megerősítése nagyon sokat segíthet, ott majdhogy nem még prevencióról beszélünk. De bocsánat, akkor is, ha testi, vagy érzelmi, vagy lehet ilyen, mert hogyha mondjuk érzelmileg elkezd kötődni a másik, igen, akkor ilyen hogy lépjek már? Az már egy veszélyes pont, igen. Az már egy veszélyes pont, mert létrejött egy kötődés egy másik ember iránt, és igazából a megcsalásnak a definíciója is valahol itt dől el. Sokan úgy gondolják, hogy a megcsalásnál azt kell mérlegelni, hogy kivel, hányszor, pontosan mi, hol, miért, hogyan történt. Ezekkel a definíciókkal nekem az a bajom, hogyha mindig azon gondolkodunk, hogy ez még nem az, ez pedig már az, akkor valahogy
kialakul egy olyan gondolkodás, hogy aha, szóval eddig még elmehetek egy másik emberrel. De én ezt az egészet félreteszem. Tehát mit csináljak? Az egésznek a miben léte abban áll, hogy vagyunk mi ketten, és az én meg a te létrehoz egy új élőlényt, a mit. És ami a mi kereteit túlfeszíti, vagy beenged valakit ebbe a mi világba, aki nem tartozik oda, akkor megtörténik a megcsalás, és a helyreállításnál pontosan ebből indulunk ki. A mi határokat. Elnézést, mert ez egy következő beszélgetésünk lesz, mert remélem, hogy még folytatjuk, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most egy rövid reklám következik, utána pedig értékeljük Öblisik Viktória beszélgetését. A FEM3 Caféban folytatódik a TV2 Akadémia műsorvezető szakos hallgatóinak vizsgaadása. Köblisik Viktória beszélgetését hallhatták a reklám előtt. Most értékeljük, kíváncsian várjuk, Váci Gergő. Nos, hát gyors leszek megint. Jó volt a beszélgetés, jó volt a téma, viszont a témával kapcsolatban az volt a probléma, hogy a beszélgetéssel kapcsolatban, hogy ugye a megcsalás megelőzésére fókuszált volna a beszélgetés, viszont direkt megkérdeztem, az 5. percben kezdtetek erről beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit több gyakorlati tanácsot, vagy hasznot, vagy hasznos információt kaphattunk volna a szakembertől. Valamint egy utolsó észrevétel, egy picit nekem túl személyes volt az a példa, amit a saját életedből beletettél, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az belefért. Sok emberben én szerintem ellenérzést válthat ki, hogyha esetleg ezt a gyakorlatot követed. Tehát a jövőben szerintem erre figyelj majd. Ez egy picit megvédelek, ugyanis mi is szoktunk azért ilyet csinálni. Tehát Gergő, mi is szoktunk azért belevinni kis személyes szálakat, de nézzük a pontszámokat. Nemcsák Zsuzsa 7 pontot adott, Josi Barát 8 pontot, Váci Gergő 8 pontot, így összesen 23 pontot értél el, és egy 4-est kaptál tőlünk. Köszönjük szépen!